Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió keddesti híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Érkezzenek legfontosabb híreink! Így ünnepelte Makó Magyarország születésnapját. Átvette díszpolgári címét Tóth István. 20 zenekar, több mint 1000 tagja fújta a hétvégén Makón. Értékeket akarunk megőrizni. Európát meg akarjuk őrizni európainak, Magyarországot magyarnak, Makót pedig makóinak. Emelte ki Lázár János országgyűlési képviselő a Marosparti Város augusztus 20-ai ünnepségén. Magyarország születésnapját ezúttal a helyiekkel együtt ünnepelhette 14 nemzet 20 zenekarának több mint 1000 tagja is, a Makón megrendezett fúvózenekari világkonferenciának köszönhetően. Augusztus 20-a Magyarország és egyben a Magyar Katolikus Egyház egyik legrégebbi ünnepe, amely során Szent István királyra az államalapítóra emlékezünk. Ebből az alkalomból minden évben elsőként szentmisére kerül sor a belvárosi katolikus templomban, amelynek védőszentje az egykori uralkodó. Az istentiszteleten részt vett Farkas Éva Erzsébet polgármester családjával, valamint Cirbus Gábor alpolgármester. A hagyományokhoz híven a Szent István napi forgatag része volt idén is a csillagmenet, amelyen közreműködött 14 nemzet 20 zenekara is. A menetet követte a városi ünnepség, amelyen kiosztották a jubileumi diplomákat. Az elismerések átadását követően került sor az ünnepi beszédekre, ahol Lázár János, a térség országgyűlési képviselője kiemelte: a makacs ragaszkodás Magyarország nemzeti szuverenitásához és nemzeti keresztény hagyományaihoz nem pusztán jog, hanem ma, 2018-ban kötelesség mindannyiunk számára. Értékeket akarunk konzerválni, megőrizni. Európát meg akarjuk őrizni európainak, Magyarországot magyarnak, Makót pedig makóinak. Az a kérdés, hogy mit kell ehhez tennünk. Az általam is képviselt politikai család úgy látja, hogy legalább három dolgot méghozzá egyszerre. Észhez kell téríteni Európát, meg kell erősítenünk Magyarországot, települési, városi, makói szinten pedig össze kell fognunk, hogy a cselekvő képes, a cselekvésre méltó, érdemes, alkalmas politika mindenütt le tudja győzni a PR politizálást, a marketing politizálást, a puszta zajkeltést. Továbbá arra is felhívta a közönség figyelmét. Az élet úgy hozta, hogy 1000 esztendővel ezelőtt a magyaroknak történelmi szerep jutott a keresztény Európa felépítésében, és most ismét ez a szerep jutott a keresztény Európa megvédésében. Az országgyűlési képviselőt követően mindehhez Farkas Éva Erzsébet polgármester hozzátette: Szent István 1000 év távlatában a viharos időszakok ellenére is értékeket teremtett, amely megmaradásunk nélkülözhetetlen alapköve ma is. A haza szeretete, családjaink védelme, gazdaságunk megerősítése, országunk védelme, nemzetünk biztonsága. És ami talán a legfontosabb értékünk egyike, a nemzetünket megmentő és egységbe fogó keresztény hit. Ezt követően került sor a díszpolgári cím átadására és a megáldott és szentelt cipók kiosztására. Az est hátra levő részében pedig nagyszabású fúvózenekari gála műsoron szórakozhatott az ünneplő közönség, majd tűzjáték színesítette az égboltot. Mindig meg kell újulni, mert ami ma elég, az holnap kevés, holnap után pedig már nem elég. Ez a mottója Tóth Istvánnak, a Walker Kft. Ügyvezetőjének, a város új díszpolgárának. A díjat Farkas Éva Erzsébet polgármester és Lázár János országgyűlési képviselő adták át az ügyvezetőnek. Makóváros önkormányzata a Makóváros díszpolgára kitüntető cím adományozásával fejezi ki nagyra becsülését azok iránt, akik gazdasági, tudományos, kulturális, sport vagy egyéb téren kifejtett tevékenységükkel a város hírnevének öregbítése érdekében húzamosabb időn át példamutató eredményességgel munkálkodnak. Maradandó alkotásaikkal elősegítették a város fejlődését, a lakók anyagi és szellemi jólétének gyarapodását.
A díjat minden évben ünnepélyes keretek között államalapításunk ünnepén nyújtják át a kitüntetetnek. Mai napon Szent István királyunk mellett egy másik Istvánt is ünneplünk, és tisztelettel köszöntünk. Aki városunk életében meghatározó társadalmi, gazdasági és kulturális értékeket alapozott meg mindannyiunk számára. Tóth István a Walker Kft. Ügyvezető igazgatója. Több évtizede köztiszteletben álló vállalkozó, építő, városi és közösségi értékeket teremtő, s valahol a csend embere is egyben. Tóth István 1946. augusztus 5-én Kübekházán született. 1963-ban a Makói Vas és Fémipari Szövetkezetben állt munkába, ahol csoport- és üzemvezetőként irányította a mezőgazdasági gépalkatrészgyártást. A szövetkezet felszámolás után 15 tulajdonos társával 1992. augusztus 1-én megalapította a Walker Kft.-t. Az akkori 23 főt foglalkoztató cég mára már közel 500 fős létszámmal működik. Kandallóik elismertek a német, az angol, a dán és a hazai piacokon. Az évek alatt a Kft. Makó és térségének az egyik legnagyobb teljes egészében magyar tulajdonú cégévé fejlődött. 16 esztendeje szervezi a Kemencés és Hagymás Grill Fesztivált, mely széles körben ismert gasztronómiai fesztiválán nőtte ki magát. Miután átvette díszpolgári címét, az ügyvezető meghatódva mesélt díjáról. Amikor 1950-ben el kellett költözni Kübekházáról, akkor nagyon reménykedtem, hogy na majd ez a város befogad. A anyai nagyanyámék laktak itten, és azokhoz kellett költözni. És akkor még álmodni sem mertem arról, hogy na, én valahol majd ennek a városnak a díszpolgára leszek. De mindig a szüleim arra tanítottak, hogy ilyen becsületesen dolgozzá, és meg lesz az eredménye. Hát én amit tettem, megtettem a városért, dolgoztam mindig, és meg lett az eredménye. A díszpolgár 15 éven keresztül elnöki tisztséget töltött be a Marosmenti Vállalkozók Szövetségében, 3 éve pedig a Makói Kézilabdaklub elnöke és egyben a Makovesz Bizottság tagja, az Angyal Sóhaj Alapítvány mecénás díjasa. Többször kitüntette már a Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara. 2017-ben a Magyar Érdemrend Tiszti Keresztje díjjal ismerték el. Ebben az esztendőben 25. alkalommal került megrendezésre a Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó és Fesztivál, valamint városunk első alkalommal adott otthont a Fúvószenekari Világkonferenciának, melyre számos nemzetzenekarai és zenészei érkeztek Makóra. A nívós rendezvénysorozat megnyitójára pénteken került sor a Makovec téren, a zenepavilon alatt, ahol a kezdeti kellemetlen időjárás ellenére is emelkedett hangulat és jókedv uralkodott. Jubileumához érkezett a Nemzetközi Fúvós Zenekari Fesztivál, immár negyed évszázada van jelen a kulturális életben határon innen és túl, az évfordulót idén Makón ünnepelték. A nagyszabású esemény 4 napon keresztül folyt a Marosmenti településen, péntek este ünnepélyes keretek között nyitották azt meg. Több mint 1000 muzsikus, 20 együttes érkezett a városba összesen 12 országból. A rendezvénysorozat rengeteg lehetőséget rejtett magában, mindenki értékekkel gazdagodhatott, aki valamilyen módon részese lehetett a fesztiválnak. Nyilván ez mind szakmailag az itt élő művésztanároknak óriási jelentőséggel bír. Természetesen az itt élő fiataloknak, művészeteket tanuló fiatalok számára is óriási lehetőséget, illetve tanulási lehetőséget, nevelési lehetőséget biztosít. Az Amerikai Egyesült Államokból, Kínából, de Oroszországból és Csehországból is érkeztek zenészek, akik igazán sokszínűvé varázsolták a rendezvényt, és még inkább felpesdítették a város hangulatát. Dr. Csikota József, a Makói Magánzeneiskola alapítója, valamint a Fúvós Zenekarok és Együttesek Magyarországi és Közép-Kelet-Európai Szövetségének elnöke stábunknak kiemelte, nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy a fiataloknak meglegyen teremtve az idegen kultúrák megismerésének lehetősége. A szóban forgó rendezvény tökéletes alkalmat nyújtott ehhez.
Én úgy gondolom, hogyha a fiataloknak megmutatjuk a világot, minél több helyre visszük el, más népek kultúráját megismerik, megértik, utána a saját maguk hazáját, a saját maguk életét, azt az élethelyzetet, amiben vannak, sokkal jobban tudják értékelni, sokkal jobban tudják megélni. Ezért én végtelenül fontosnak tartom a fiataloknak az irányú tevékenységét, hogy itthon szeressenek lenni, itthon szeressenek élni, és minél jobban szeressék azt, hogy azáltal, hogy megismernek más kultúrákat. A nyitó ünnepség kifogástalan hangulatban telt, változatos előadásokat hallgathatott meg a nagyérdemű a Zenepavilonban. A Fúvor Zenekari Fesztivál további eseményeiről részletes beszámolókat e heti híradóinkban láthatnak, de az előadásokról hosszabb összeállításokat is műsorra tűzünk majd. Az év diák munkása elismerő oklevéllel ajándékozták meg ma délelőtt a makói járási hivatalban azt a három diákot, akik vállalták, hogy munkával töltik a nyári szünetük egy részét, és ezt ráadásul kiemelkedően teljesítették. Az okleveleket Juhász Tünde, a Csongrád megyei kormányhivatal vezetője nyújtotta át számukra. A kormány megbízott az eseményen stábunknak elárulta. A diákmunkát országszerte hazai költségvetési forrásból finanszírozza az állam, melynek keretében 16 és 24 év közötti nappali tagozatos diákokat lehet foglalkoztatni a nyári szünetben. Míg korábban csak az önkormányzatok előtt volt nyitva ez a lehetőség, azonban ez mára megváltozott. A vendéglátás, illetve a mezőgazdasági tevékenységi körrel bíró vállalkozások is tudtak alkalmazni nyári diákmunkásokat. Ez egy igen sikeres támogatási forma, minden évben 1000 fő fölötti azon Csongrád megyei diákok száma, akik munkát vállalnak. Ugye itt a időtartam is változó lehet, akár egy hónapig is tudnak dolgozni, de akár két hétig is, ahogy az idejük és energiájuk engedi. Itt a makói járásban 200 fő fölötti ezen nyáron a diákoknak a száma, akik támogatott munkavállalással dolgozni tudtak. A Csongrád megyei kormányhivatal és a makói járási hivatal vezetősége pedig úgy döntött, hogy mivel ilyen sokan jelentkeznek munkára minden évben, így egy elismeréssel köszönik meg a szorgalmukat a legelhivatottabb diákoknak, akiket a munkáltatói ajánlások alapján választottak ki. Idén Farkas Viktória Maja, Vizi Viktória és Német Brandon részesültek ebben az elismerésben. A fiatalok saját bevallásuk szerint nagyon várták már, hogy betöltsék a 16. életévüket és munkába állhassanak. Ahhoz, hogy nyáron bárhova el tudjak menni, úgy éreztem, hogy nem váratok mindig a szüleimre, hogy mindent ők fizessenek ki. Ők is ösztönöztek, hogy menjek diákmunkára, és így a Makóváros önkormányzathoz bementem, és érdeklődtem, hogy esetleg lenne valami munka. Ők ajánlották, hogy családtoltán van üresedés, hogy oda mehetek, ha nem lenne gond, hogy bebuszozzak, én mondtam, hogy nem probléma, és így ott dolgoztam irodában, mint adatrögzítő. Azért szerettem volna nyáron dolgozni, mert ugye nyáron vannak a fesztiválok, szerettem volna zsebpénzt keresni, hogy el tudjak jutni, és így mentem a Turinfarm irodába, ott dolgoztam egy hónapot, ahol igazából irodai munkát végeztem. Apátfában voltam a faluházban a könyvtár részén, és hát ilyen kisegítő voltam, fénymásoltam, papírokat intéztem, meg ilyen hasonló dolgokat. És hogy tetszett, milyen élménnyel zártad? Nagyon tetszett, aranyosak voltak, és segítőgészek. A diákok stábunknak azt is elárulták, nagyon örültek ennek az elismerésnek, hiszen ez azt mutatja számukra, hogy sikeresen helytálltak az első dolgos hétköznapjaikon. Kerekes Éva legutóbbi csúcshódításáról, Izraelről és a makói téglagyártás történetéről is olvashatnak azok, akik kézbe veszik a Marosvidék folyóirat legújabb kiadványát, melyet múlt pénteken mutattak be.
A kulturális eseménynek a Glorious Vigadó impozáns udvara szolgált helyszínéül. A Marosvidék Baráti Társaság 18 esztendővel ezelőtt alakult, jelenleg több mint 100 taggal büszkélkedik. Nekik köszönhető, hogy megjelenhet a Marosvidék folyóirat, méghozzá évente 3-szor is. Én úgy gondolom, hogy egy összetartó erő, mert igyekszünk nem csak a városba történt kulturális eseményekről beszámolni, hanem a térségben, tehát a falvakban is vannak szerzőink, akik rendszeresen küldik az anyagot. Az augusztusi számot lapozgatva sok érdekes témával találkozhatunk, mint például a magyar ellenállási mozgalom a Rákosi évek alatt, szemelvények Makóváros téglagyártásának történetéből, az ellentétek országa Izrael, vagy éppen Kerekes Éva legutóbbi csúcsmászásáról olvashatunk, aki a 7126 méter magas Himlunk himára tűzte ki városunk zászlaját. A bemutató keretében a hegymászó beszámolójából ízelítőt is kaphattak a jelenlévők. Nagyon örülök annak, hogy az emberek megismerhetnek erről az oldalamról is, nem csak arról, hogy könyvelőként dolgozok és segítek eligazodni az adójogszabályok között, meg hogy rajzolok és festek. Valahol én úgy érzem, hogy ezzel tudom képviselni Makót és Magyarországot külföldön, és hát próbálunk jó magyarként viselkedni a mászótársammal együtt. És hát azt szeretném bejelenteni akkor így, hogy augusztus 31-én indulunk a világ 8. legmagasabb csúcsának a hódítására, ami a Manaszlu, és 8163 méter magas. Kovács László 15 esztendeje tagja a társaságnak, aki mindig nagy örömmel veszi kezébe a Marosvidék számait. Maga a folyóirat pedig csak gratulálni lehet az összeállítóknak, mert nagyon tartalmas, nagyon gazdag és élvezetes olvasmányok vannak benne. Az eseményen mindemellett a Bartók Béla Zeneiskola 50 címmel megjelent jubileumi kiadványt ajánlották még a hallgatóság figyelmébe. 90 éves korában elhunyt Tóth Ferenc muzeológus, helytörténész, a Makói József Attila Városi Múzeum nyugalmazott igazgatója, Makóváros díszpolgára, Csongrád megye közgyűlésének alkotói díjasa, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjének kitüntetettje. A legmakaibb makai. Tóth Ferenc középiskolai tanulmányait szülővárosában Makón végezte, majd a Szegedi Egyetemen szerzett magyar történelem szakos tanári diplomát. Ezt követően visszatért egykori alma máterébe, és az akkor már József Attila nevét viselő gimnáziumban tanított. Közben a Szegedi Egyetem történelem tanszékén tanársegéd, könyvtáros volt. Doktori disszertációját a Makói Parasztház címmel írta és védte meg. 1964-ben kinevezték a Makói József Attila Múzeum igazgatójának, ahol nyugdíjazásáig tevékenykedett. Ő álmodta meg az intézményt mai formájában, az udvarán a skanzennel és a közeli Espersit házzal. Nyugdíjazását követően vezető szerepet vállalt Makó akkor alakuló, a kultúrához kapcsolódó civil szervezeteinek, egyesületeinek létrehozásában és működésében. Mindemellett szellemi alkotásait gyarapította. Szerkesztésében 150-nél is több kiadvány jelent meg, publikációinak száma meghaladja a 300-at. Több mint 500 könyvet szerkesztett és részben írt. Jelentősebb művei közé tartozik a Makó monográfiák 6 kötete, de könyvet írt József Attila a városban töltött éveiről is. Feri bácsit nem is olyan régen, 90. születésnapja alkalmából volt munkahelyén a múzeum második évkönyvével, egy 700 oldalas kötettel köszöntötték egykori és jelenlegi kollégái. Ők sem gondolták, hogy a búcsú ideje ilyen gyorsan eljön. Szerkesztőségünkbe eljutatott levelükben úgy fogalmaztak, Tóth Ferenc emberszülte, természetérlelte tudós, aki szerette szülőföldjét és hű maradt hozzá haláláig. Intézményük egykori igazgatója, mindannyiuk tanítómestere, példaképe, 90 éves korában megtért teremtőjéhez. Televíziónk holnapi híradónk után 18 óra 15 perckor levetíti Életutak című műsorát, melyben Tóth Ferenc nyugalmazott múzeumigazgatóval láthatnak egy hosszabb beszélgetést. Most pedig lássuk kiemelt híreinket még egyszer röviden. Így ünnepelte Makó Magyarország születésnapját. Átvette díszpolgári címét Tóth István. 20 zenekar több mint 1000 tagja fújta a hétvégén Makón.
Kedves nézőink, ne feledjék, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makói YouTube csatornáján, majd látogassanak el weboldalunkra a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a holnapi időjárást, majd 18 óra 16 perctől a Szent István király tiszteletére tartott városi ünnepség összefoglalóját láthatják. Kedves nézőink, ez volt a keddesti híradó, legközelebb holnap jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is, én már a búcsúzom önöktől, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!